Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Major Tamás rendező, és Kránit Zsigmond pedig szereplő, a Pál utcai fiókról lesz szó, amit hamarosan bemutat Mosonmagyaróvár, egészen pontosan az Ars Longa Teátrum. Tomi, téged minden hónapban meg lehetne hívni ide a stúdióba, éppen beszéltük, hogyha nem lennél, akkor nem is lehetne kitalálni Mosonmagyaróvárnak, olyan személyiség vagy. Megint kitaláltál valamit. Most a Pál utcai fiúkat viszed színre. Én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan történet, és mindig ezzel kezdjük el a darabokat, amikről szól van, hogyha te itt vagy, ami abszolút sikernek néz ki, egy közönségnek egy szerethető darab, egy érdekes, egy izgalmas, és megint egy olyan történet, ami régen játszódik, a mai korba átültetve kicsit, és megint csak mondani valóval szolgál. Na, ez honnan jött neked, hogy ezt meg akarod mutatni? Tulajdonképpen ugye a Légyó mint aláliggal kezdtük annak idején 2004-ben, és mindig a fiatalok, hogy alakul az életük egymás között, ez mindig nagyon fontos volt. És akkor, amikor Nés László éppen itt volt nálunk, és Dzsungel könyvét nézte, és akkor azt mondta, hogy van egy darab, amit éppen most írunk, és azt is eljátszhatnátok. De ez csak egy ilyen félmondatocska volt. Akkor még nyilván nem lehetett tudni, hogy éppen a Pál utcai fiúkról lesz szó, és amikor viszont meghallgattam a zenét, annyira, hát Nés szerzett, igaziból nem is igazán. Nem kell bemutatni, igen, hogy beszélni róla. Így van, és nagyon-nagyon megtetszett, és azt gondoltam, hogy kell valami olyasmit adni most az embereknek. Ugye általában én inkább felnőtteknek csinálok előadásokat, és szeretném a fiatalabb generációtól a fiataloknak adni valamit, és ez pont alkalmas volt arra, hogy ez meglegyen. Ugye maga az életkorok, ahogy játsszák őket, ők sokkal kisebbek, mint a színdarabban levő emberek, és azt szerettem volna tényleg, hogy valami olyat, csak ismételni tudom magam, hogy a fiataloktól fiataloknak. Mert hogy egyébként jó ez, mert Mosonmagyaróvárnak is azt gondolom, mert hogy kell egy kultúra, hogy kialakuljon az, hogy mondjuk egy általános iskolás, mert ezt abszolút megnézheti egy általános iskolás. Abszolút. Én azt gondolom, hogy már kicsi általános iskolás is megnézheti, mert neki is sokat mond, tehát már egy másodikos, de egy harmadikos, negyedikesnek biztos, hogy mond az, hogy összetartunk, hogy kitartunk. Igen. Egymást mellett, a bajtársiasság, a csibészség, ezek a kis hangulatok, amik még lehet, hogy elsőben nem, de aztán onnantól kezdve már megvannak, és végig kísérnek bennünket egészen a középiskolás, sőt az egyetemi korszakokig, tehát hogy ez egy egészen más életérzés, egy egészen más történet, ez a grundozása, hogy a Pál utcai fiúkban ez történik. Igen, és a másik meg az, hogy éppen beszélgettünk, amikor csináltuk ezt a darabot, hogy mi még azért fociztunk, mondjuk a Peti, vagy a Varga Krisztián, aki majd a pásztort fogja játszani, illetve Peti, aki a Bokát, hogy fociztak, meg tehát hogy összeverődtek kisebb csapatokba is. Ez egyre jobban nem jellemző, hanem az jellemző, hogy otthon nyomjuk a gépet. Ami nyilvánvaló, hogy a kor valami felé halad, de szerintem ezt nem szabad kihagyni az embereknek, vagy gyerekeknek, fiataloknak az életükből, ezt az összefogást is. Tényleg, tehát próba közben szoktunk csinálni egy kis szünetet, és mindig fociznak a srácok, ami végtelenül kiakaszt. Félek, hogy valamilyen üveget, ablakot ki fognak lőni, mert persze mindig arra lövik a focit, amerre nem kéne. Jó, hát mindig... te idegrendszerednek is kell. Igen. Ez... Edzés. Hát edzelek. Akkor most hozzád fordulok, hogyha már így elkanyarodtunk ebbe a témába. Kötelező olvasmány volt, mindenkinek olvasni kellett, tehát biztos, hogy... Igen. Biztos, hogy te is olvastad nagy szívvel, lélekkel, nem csak most, annak idején, és én azt gondolom, hogy ez volt az a könyv, ami mindenkit megfogott. Tehát, hogy vannak olyan kötelező olvasmányok, amiket úgy kipipál az ember, meg túl van rajta, de ez az, amihez szívesen nyúlt hozzá, szívesen álmodozott el róla, hogy mi lenne, hogyha én lennék ebben meg abban a szerepben, és aztán eltelik egy kis idő, és akkor ott vagy abban az egyik szerepben. Hogy ez milyen volt neked, hogy tényleg egy Molnár Ferenc darabban
Hát, amit mindenki ismer. Igen. Te vagy az, aki. Én ugye most kezdtem ezt az egészet, és most csöppentem bele így ebbe a színjátszós életbe, és így pont egy olyan darabbal szerencsére, ami azért jó, mert így a saját életemre tudom vetíteni az egészet, és szerintem az általános iskolásokat is ez foghatja meg ebben a könyvben, hogy ez nem egy olyan kitalált történet, amit csak így elolvasnak, és akkor megtörtént, hanem ezt így le tudják vetíteni, darabokra szedni, és táplálkozni belőle, vagy így a saját életüket így bele lehet látni. Vagy hihetetlen utóélete is van még mindig ennek a történetnek, hiszen hogyha valaki elmegy Budapestre, ugye ott a 8. kerületben szobrokat állítottak ezeknek a fiúknak, ott van a Grund, ahol a mai napig lehet játszani egy meleg szendvicset modern formában megenni, tehát hogy még akár 2020-ban is járhatunk a Grundon, és tényleg ott a farakások, hát mai kornak megfelelően, de megvannak, tehát lehet ott játszani, úgyhogy nagyon-nagyon hosszú ennek a történetnek az utóélete. Milyen volt neked ez a szerep? Pontosan, és hát ugye ez a Nemecsek Ernő, ez igazából egy ilyen... A kedvenc. Hát a kedvenc, a igen, és úgy is mondhatni, hogy igazából köré épül ez az egész, tehát vannak benne a barátok, az ellenségek, de ha egy ilyen ívét nézzük a darabnak, igazából ez az Ernőnek a, hát az férfivá válása igazából, és ezt nehéz olyan szemmel látni, hogy így felnőtt fejjel könnyű gondolkozni, de hogy ezt így ilyen 10-12 éves szemmel látni ezt az egész dolgot, az teljesen más. És, de azért van mihez nyúlnod. Igen. És nem annyira régi időkre kell visszanyúlni. Nagyon szép feladat ez, hogy nem úgy kell ebbe gondolkozni, hogy ahogy most gondolnánk, hanem hogy gondoltuk volna mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy hát én hogy gondoltam volna 10 évvel ezelőtt, Tomi, az 40 évvel ezelőtt. És megtaláltad magadban a nemecseket. Igen. És mi az? Elárulod? Hát elő kell hozni. Hát 12 éves kezdő kamasz fiú azért. Leginkább ezt úgy tudnám mondani, hogy a való életben például azokat a kis dolgokat kell megkeresni, amikor ki tudunk állni valami mellett, a sajátunk mellett, és felmerjük vállalni magunkat, és akkor ezt tudjuk átalakítani úgy, hogy például ahogy a Nemecsek kiáll egy egész vörösinges csapat elé, és megmutatja, hogy ő mit tud. Milyen volt a fiatalokkal dolgozni? Neked ez nem újdonság, na, nyilván, de most szinte csak fiatalok vannak az arabban. Hát igen, két ember kivéve, 40 éves, ugye? Örök fiatal. Örök fiatal, oh, de jó lenne. Tehát én persze utólag kellene mondanom, akkor így kezdem, tehát Janó bácsi, ő Komka Tomi lesz egyébként, és én pedig Rácz tanár úr leszek majd. Igaziból mindig csinálunk valamilyen kisebb lélegzetű dolgot a srácokkal, de most ugye ez egy teljes estés előadás lesz. Én azt hiszem, hogy nagyon jó, néha nehezebb, néha könnyebb, de szerintem nagyon jó, mert nagyon jó az összefogás. Tehát egy igazi pálucaiakkal dolgozom együtt. Úgyhogy persze... Fogták akkor ezt az adást, hogy mi történik itt. Abszolút. Azért, mi nincs elveszve, fogd be a füled, nincs elveszve a mai fiatalság, hogy értik ezt, hogy miről szól az, hogy kitartani a másik mellett, hogy oda tenni magunkat egy ügy érdekében, kiállni. Mert ugye ezeket át kell érezni ahhoz, hogy ugye a srácok el tudják játszani. Meg maga a színjátszáshoz való hozzáállás, ugye, nem úgy működik, hogy találkozunk egy héten egyszer, egy órát, és akkor játszogatunk egy kicsit, és akkor hazamegyünk, és akkor jaj, de jó színjátszóra járunk, hanem nagyon megfeszített munkával, tehát vasárnapot, egész vasárnapot szinte együtt töltjük, akkor az énekórák, tehát hogy minden alkalommal, tehát minden héten egy órát biztos, hogy énekeltem mindenkivel. Jó, veled többet. Én többet is kaptam. Igen, fel kell zárkózni. Egy Nemecsek meg maradjon csöndben. Meg tudjon énekelni. Így van, meg tudjon énekelni. Én azt gondolom, hogy szívvel, lélekkel ott vannak, és fontos számukra, hogy ez a színházasdi, meg,
maga ez a darab is, hogy, hogy ez siker legyen. Tehát azt gondolom, hogy sikerült az évek során belenevelni a srácokba azt, hogy ez egy fontos dolog, és ezt nem lehet mismásolni, hogy, hogy most ez az előadás, ez, ez most nem sikerült úgy, és akkor jó, hát ez ilyen, nem, hanem mindig az adott pillanatban a lehető legjobbat. És akik már nagyon régóta színjátszanak, például a Krisztián, aki a Hercet játszotta, igen, most éppen, ő minden egyes alkalommal igyekszik a lehető legtöbbet, többet adni, mint az előző előadás, és az sem szállítja a fejébe a dolgokat, hogy esetleg egy állótaps volt az egyik előadáson, mert a másik következőn is meg kell felelni. Így azért van. Te neveled ezeket a srácokat rendesen, tehát itt nem csak egy meg ők is padra. Engem, igen. Ők is téged? Persze, abszolút. Miért? Miben? Vagy hogy, hogy érzed? Mindenképpen a látásmódban. Látásmódban az, hogy, hogy ők hogy látják ezt a világot. Csak a néha ütközünk. De ez jó, nem? Persze, hogy, hogy ez alakít téged is. Jó, én azt gondolom. Mert hogy itt van egy Pál utcai fiúk, oké, hogy előadjuk, és megírták ezt annak idején, de hogy mindig kell valamit a mostaniból is kicsit belecsempészni ahhoz, hogy ez, ez befogadható legyen 2020-ban egy, egy, ahogy mondtuk, egy harmadikos, egy ötödikes, egy tizedikes számára. Tehát, hogy ezek kellenek, ezek a kis csipetek, amivel ti a Tamást megsegítitek, mondjuk így. Igen, igen. Meg hát azért is fontos, hogy éppen ez a musical, mert ezzel talán jobban be lehet csalogatni a fiatalokat. Tehát ezekkel a zenékkel, hiszen majdnem mindegyiket ismerik. Milyen a csapat, hogy látod? Nagyon jó. A meccsekről beszéltünk, milyen az összes... Nagyon jó, ugye nagyjából így egykorúak vagyunk, és így ha összezárnak így egy 20 fiút, így egy fél évre, abból nagyon sok ilyen jó sztori sül ki meg. Mert hogy azért ti a nyarat is együtt töltöttétek, ezt ez azért kell mesélni a nézőknek. Nem csak abból áll, hogy elmegyünk próbára. Nem december közepén álltatok neki a történetnek, nem, hanem ez erre ráment a nyaratok. Ez július óta tart, és így azóta együtt vagyunk, és nem csak a próbákon, hanem így nagyon jól. Ugye én később jöttem, és a srácok már így nagyjából így egyben voltak, mint egy baráti társaság, de szerencsére befogadtak nagyon könnyen, és hát próbák után is így általában együtt szoktunk maradni, és elmegyünk, focizunk egyet. Összeállt a git egylet. Igen, társasozunk egyet, vagy hasonlók, tehát szoktunk programokat is szervezni, és a Tamás is szokott csatlakozni néha. Te hogy látod, Tomival sokszor beszéltünk már arról, hogy, hogy miért jó egy fiatalnak a színjátszás, hogy, hogy mi mindent ad, de most én téged kérdezlek, mert Tamás már jó sokszor elmondta, te mit érzel, hogy mit adott neked ez, hogy bekerültél ebbe a csapatba, és hogy, hogy itt vagytok így egymásnak? Szerintem ami így a legfontosabb... Mitől lettél te több? Az az önbizalom. Tehát megmerem mutatni magam így mások előtt, és kimerek állni, és egyszerűen merek élni, tehát... De aranyos. Én nem tudom máshogy mondani. Ne, ez egy jó mondatot, én azt gondolom, igen, hogy merek élni, mert hogy nagyon sok fiatalnak ez nem megy, hogy... hogy... Merek magam lenni, és ez így a színjátszás hozza ki a legjobban az emberből, hogy így meglátja a végleteket, és abból ki tudja alakítani így a saját magát, hogy mit akar, céljait. Én azt gondolom, ez egy jó végszó volt egyébként, hogy ezt így összefoglalva elmondtad, mert tök jó ezt egy fiatal szájából hallani, egy olyan fiatalékből, aki részt vesz egy ilyenben, mert mi beszélgethetünk sok mindenről, öregek, hogy miért jó nektek ez, ha ti ki tudjátok mondani, és nektek ad ez a dolog valamit, akkor az a legjobb, és hogy, hogy ezt többen hallhatják, az, az meg tényleg nagyon jó. Úgyhogy gratulálok akkor ehhez az előadáshoz. Sok sikert hozzá, nem szoktak kívánni, úgyhogy majd megköpködünk itt a végén benneteket. Azért a jegyek fogynak szépen, azt láttam, tehát biztos, hogy nagyon sokakat érdekel, és nagyon sok fiatalnak majd ad, reméljük, hogy hasonló élményeket, mint amit te itt megfogalmaztál. Köszönöm szépen, hogy itt köszönöm voltak. Köszönöm szépen. Hírhettér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!